Sziasztok, kedves kém! Üdvözöllek titeket ebben az új horgolóiskola videóban. Ma egy nagyon egyszerű horgolt kendőt mutatok meg nektek. Ez láncszemekből és rövid pálcákból áll, három gombolya kellett hozzá, mindjárt meg is mutatom nektek a fonalat. Ez egy könnyű pamut fonal, tehát tökéletes nyárra. A 6-os horgoló tümmel horgoltam, most pedig megmutatom nektek az alapanyagokat és az elkészítést. Nos, kedves kém, kezdjünk is hozzá a fonallal és a horgolótűvel. A 6-os horgolótűmet fogom használni, a fonal viszont egy kicsit vékonyabb, ez 4-es vastagságú fonal, úgyhogy így eléggé laza lesz. Összesen 3 darab 50 g-os gombolyagot fogok elhasználni. A fonal hossza 150 méter, 49%-ban pamutból, 46%-ban akrilból és 5%-ban poliészterből áll. A fonal neve pedig Lazy Hazy Summer Cotton. A márkája pedig Rico Design, itt láthatjátok a mosási útmutatóját, illetve itt van a színkód is, ez még pedig a 3-as. Kezdjünk is hozzá a horgoláshoz. Nos, gyorsan lecseréltem a fonalat, mert szerintem az eredeti fonallal nem igazán lehet kinézni a mintát, főleg az elején, ezért ezzel a zöld fonallal fogok kezdeni, és ha már átlátható lesz a minta, akkor visszaváltok az eredeti fonalra. Először is ráhurkolom a fonalat a tűre, majd felveszek 3 láncszemet. 1, 2 és 3. Most horgolok egy rövid pálcát az első láncszembe, és ezzel tulajdonképpen már meg is van az első sorom. Tehát itt van 2 láncszem kezdésként, itt pedig van egy rövid pálca. Így, látjátok. Most felveszek 3 láncszemet, megfordítom a munkát, és most e köré, a láncszem sor köré horgolok itt egy rövid pálcát, majd egy láncszemet, ezután, és még egy rövid pálcát. És ezzel meg is van az első szaporítás, itt van 2 rövid pálca, itt pedig a láncszem sor. Tehát ebben a sorban egy rövid pálcával több van, mint az első sorban. Megyek is tovább 3 láncszemmel, megfordítom a munkát, és most a 2 rövid pálca közé öltök le a láncszem köré, és horgolok egy rövid pálcát. Ezután jön egy láncszem, és most ide értem az előző sor láncszem sorához, és e köré horgolok ismét 2 rövid pálcát, köztük egy láncszemmel. Ebben a harmadik sorban van tehát egy láncszem sor, egy rövid pálca, egy láncszem, egy rövid pálca, egy láncszem, és még egy rövid pálca. Tehát ebben a sorban a szaporítás az a 2 rövid pálca a láncszem köré horgolva. Tehát ebben a sorban 3 rövid pálca van, az első sorban 1, a másodikban 2, a harmadikban pedig ugyebár 3. Nagyon egyszerű. Megyek tovább 3 láncszemmel, megfordítom a munkát, horgolok ide egy rövid pálcát, és egy láncszemet. Itt a következő leöltési hely. Egyszerű megtalálni a leöltési helyeket, mert mindig a láncszemek azok a rövid pálcák között. Nagyon könnyen le lehet ölteni köréjük. A sor végén megint itt van a szaporítás, rövid pálca, láncszem, rövid pálca. És megint 3 láncszemmel kezdek, megfordítom a munkát, és megint itt lesz a leöltési hely. Tényleg egyszerű megtalálni. Rövid pálca, láncszem, rövid pálca, láncszem, rövid pálca, láncszem. És itt a sort megint a szaporítással zárom. Rövid pálca, láncszem és rövid pálca.
így már felismerhető a háromszög forma is. Egy kicsit széjjelebb húzom, így jobban látszanak a rövid pálcák köztük a láncszemekkel, és mindig a láncszemek köré vannak horgolva a rövid pálcák. Megyek is tovább három láncszemmel, és fordítás után megyek visszafelé. Rövid pálca, láncszem, rövid pálca, láncszem, rövid pálca, láncszem, rövid pálca, és a sort megint két rövid pálcával zárom. Köztük egy láncszemmel, és szerintem most már vissza is térhetünk az eredeti fonalhoz. Itt is van az eredeti fonal, szerintem így már értitek, hogy mire gondoltam. A fonal jellege és színei miatt eléggé átláthatatlan a minta, viszont pont ennek köszönhetően lesz olyan szép. A minta egyébként nagyon egyszerű, tényleg mindig három láncszemmel kezdjük a sort, megfordítjuk a munkát, és utána szépen körbe horgoljuk a láncszemeket rövid pálcákkal. Ha egy kicsit így kihúzom, akkor jól látszanak a rövid pálcák, és köztük a láncszemek. Tehát fontos, hogy ne felejtkezzünk meg a láncszemekről sem. Minden rövid pálca után jön egy láncszem. És már el is értem a sor végére. Itt van a láncszem sor. E köré két rövid pálca kerül. Köztük egy láncszemmel, és utána jön a láncszem sor. Most így horgolom végig a kendőt három gombolyagon át, de időközben majd még megmutatom nektek a munkát. Itt láthatjátok, hogy jelenleg hol tartok. Sokat nőtt már a kendő, így már jobban látszik a háromszög forma, és jobban látszanak a rövid pálcák és láncszemek is. Szerintem nagyon érdekes ez a minta, és nagyon szépek ezek a színek. Nagyon színes van itt narancssárga, szürke és pink szín is. Most folytatom a munkát, természetesen még mindig az első gombolyagnál tartok, és összesen három gombolyagot fogok elhorgolni. Megmutatom hamarosan az eredményt. Nos, kedveském, majdnem teljesen kész van a sál, levágtam a fonal végét, mert már nem lett volna elég még egy plusz sorra. Most kihúzom a hurkot, és jól meghúzom, hogy ne tudjon kibomlani. Természetesen ezt a fonal véget még el kell varnom, illetve még ezeket a kilógó szálakat is, amelyek a gombolyagváltás miatt vannak. Ilyen két helyen is van, illetve van a háromszög csúcsánál is egy, ez az első gombolyag eleje. Ezt is el kell majd még varni. Összesen három gombolyagot használtam el, ez összesen 150 g fonal. Nekem nagyon tetszik ez a minta, és ezek a színes fonalak is. Sok pink és narancssárga van benne. Nagyon szép, és nagyon laza minta. Tökéletes tavaszra. A kendő hosszabbik oldala körülbelül 150 cm hosszú lett, ha ti nagyobb kendőt szeretnétek, akkor négy gombolyagot használjatok el. Egyébként nagyon jó puha is ez a fonal, és itt látszik is, hogy mennyire szép a mintája. Nagyon jól kiadják ezeket a színeket a rövid pálcák, amelyek a láncszemek köré vannak horgolva. Nekem nagyon tetszik. Most ide teszem az asztalra a kendőt úgy, ahogyan hordani szoktuk, abban a formában, így több rétegben van összefogva. Remélem, hogy tetszett nektek a videó, ha igen, akkor kattintsatok a tetszik gombra, ha van kedvetek, iratkozzatok fel a csatornára, kattintsatok a feliratkozás gombra és a mellette lévő csengőre is, így majd nem maradtok le az új videókról. Hamarosan ismét találkozunk, sziasztok!